A marhahúsból készült pörkölteket folyamatosan kóstolták a főzőversenyben nevezett 8 fős csapatok kuktái. Ugyanis a 19. Tarka Marha Fesztivál szombati napján fontos szerep jutott a gasztronómiának. A résztvevők között a kezdőtől a többszörösen nyertes amatőr szakácsokon át, a barátai és szervezett csapatokon keresztül a hazai és külföldi nevezőkig sokféle formáció tüsténkedett a bográcsok között, színesítve az amúgy is tarka hétvégét. Több alkalommal is nyert már fősztjével György István által vezetett csapat, aki idén is többféle ízvilággal készült. Ez egy savanyú vetrece. Marhahús csikokra van vágva, citrom lesz benne, mustár, egy pici ecet, kicsit cukor, egy savanyú, nem lesz benne paprika, ilyesmi semmi nem lesz. Az meg egy igazi marhapörkölt lesz. Abba paprika, hagyma, minden lesz. Sokan baráti társaságukkal érkeztek Bonyhádra, hogy közösen főzenek, szórakozzanak. Ezért a már jól bevált, megszokott és közkedvelt otthonról elsajátított receptek alapján készítették a pörkölteket. Klasszikus marha pörkölt lesz, igazából semmilyen csavar nincs benne. Az volt a kérésem a kollégámhoz, hogy a lehető legegyszerűbb legyen, és otthonról ezt láttam, megmondom őszintén, úgyhogy igazából nincs benne semmi. Szerettük volna egy kis erdei gombával földobni. Meg is vettük, csak a kollega elfejtett elhozni, úgyhogy így az kimaradt. Úgyhogy azért mondom, hogy teljesen sima, egyszerű pöri lesz belőle. Minden évben a Tarka Marha Fesztivál idejére jön haza a Bonyhádi születésű Illés Anita, olasz férjével, aki most első gulyását készítette. Számukra a rokonsággal való kapcsolattartás és kikapcsolódás az első, nem akartak nyerni. Olasz csinálni gulyás? Nincs Magyarország, biztos. Igaz? Nem tudok róla. A férjem meg olasz, de imád itt lenni Magyarországon, úgyhogy alig vártam már, hogy itt legyünk. Minden évben jelenlévő Bonyhádi Tűzoltó Egyesület a főzés mellett szolgálatban is volt. Ahol fával tüzelnek, ilyen mennyiségben és sok ember van a közelben, szükség is van a biztonságra. Minden esetben a kapcsolatteremtésért, tehát nagyon várjuk a jelentkezőket, ha valaki szeretne belépni önkéntes tűzoltónak, és ez a kapcsolatépítésnek egy része, én úgy gondolom. A Vernon-i tűzoltókkal, tehát teljesen szoros, már nem csak tűzoltó, hanem baráti, családi kapcsolatok is vannak. Egy vagy két évenként szoktunk egymáshoz járni meghívásszerűen, hol ők jönnek, hol mi megyünk. És Verna úrról tudni kell, hogy éppen nem ezt a járművet, de Verna útól már több tűzoltó járművet kapott a Bonyhádi Egyesület ajándékba. A benevező csapatoknak az esti órákig kellett elkészíteni és ízletesen felszolgálni a háromtagú zsűrinek főztjüket. Lovász István mesterszakács, a zsűri elnöke mellett a két alpolgármester értékelte az elkészült ételeket. Döntő szempont volt a tarka marhahús használata. Aki ezt kihagyta, nem állhatott dobogóra.